Szevasztok srácok, ez itt újra a Koreasztrú, köszöntelek titeket egy újabb videóban, amikor ismét egy csomagot bonthatunk ki. Koreasztrúra címezték ezt a levelet. Itt láthatjátok meg a posta címet, amire kaptuk ezt a levelet, amire ti is küldhettek csomagot közvetlen azután, hogy feliratkoztatok a YouTube csatornánkra, lájkoltátok ezt a videót és bekövettétek az Instagram oldalunkat. Na most ezt a levelet, már amikor kivettem a postaládából, ismerős volt a név nekem valahonnan, ezért sejtettem, hogy egy régi jó ismerősöm küldte nekem a kis borítékot, és hogy mi állt benne, egy levél és négy darab sors, egy kezdjük a levéllel, ahogy azt illik. Szevasztok Koreasztrú, szevasz kedves Viktor barátom! Decemberben kint jártunk a TTBK Sport elemző csapatával Franciaországban a női kézilabda Európa bajnokságon, és amikor megláttam a mellékelt kaparós sorsjeleket, rögtön eszembe jutottatok. A Française de Jeu nem lottozóban lehetett benne Ákos barátom, de folytatom a levelet. Le vannak már kaparva a csigazabálók a spéci világ térképen? Hát már kaptunk Franciaországból, úgyhogy hál' Istennek le van. Ha nincs, akkor léci, hagyd, hogy Szabi keresse meg őket, és kivételesen ne segíts neki az úgy jobb móka. Jogos? Na szerencsés kaparást, srácok, és ha legközelebb Szegeden járok, remélem lesz miért beugranom hozzátok a koliba leinni a közös nyereményünket. Mosolygos, kacsintós fej, üdv, TTVK Ákos. Ha nem ismernétek Ákos, a tulajdonosa, főnöke, vezetője a Tipmix tanácsadó baráti körnek. Nézzétek meg, nagyon jó sportfogadási tippeket adnak, én is nagyon sokáig voltam velük és vagyok is velük, úgyhogy mindenképp érdemes lecsekkolni az oldalukat, és Franciaországban jártak. Egyébként láttalak is Ákos a tévében, hogyha most nézel ezt a videót, láttam, hogy drukkoltok a csajoknak, nem tudom, hogy pont nyertünk-e azon a meccsen vagy nem. De az biztos, hogy titeket nagyon szeretett a kamera. Kaptunk 4 darab sorsjegyet, 1, 2, 3 és 5 eurós sorsjegyeket. Az első az ilyen focis, csak hogy a sport világában maradjunk. A második az pedig blackjack, csak hogy a szerencsejáték világában maradjunk. A harmadik karácsonyos, csak hogy ünnepi hangulatban maradjunk. A negyedik pedig szerintem valamilyen hoppá, csak hogy hoppá hangulatban maradjunk. A lényeg az, hogy én választhatok most, mivel hát csak nekem szól első sorban ez a levél, mivel a térképen már le van kaparva Franciaország, ezért most nem veszük elő megint a térképet, de minden esetre legesleg először nagyon szépen szeretnénk megköszönni a sorségeket, és hogy gondoltál ránk Franciaországban is. A 2 és 3 eurósat választom ki, a blackjacket imádom, mert szeretek blackjackezni, és kíváncsi vagyok, milyen a francia blackjack, másoltak-e valamit a magyarból, vagy itt tényleg a blackjackre kell elmenni, illetve van nekünk egy Noël Renaissance, vagy valami ehhez hasonló nevű karácsonyi sorsjegy, amit első olvasásra úgy néz ki, mintha Genau lenne, de nézzük meg közelebbről, kezdjük is ezzel a sorsjeggyel a kaparást. Ez nyilván valamilyen karácsonyi jellegű sorsjegy, egy gyönyörű szép üveggömb, amit föl lehet rázni, ez ilyen hógömbnek hívják. Ugye a franciában mindez és semmit nem értek belőle, de itt van egy ajándék szimbólum, és ott van írva, hogy egy ajándék 3 euró, két ajándék 6 euró, szóval szerintem ajándékokat kell keresni a kaparó felület alatt. És van egy bónusz játék is, ahogy látom. De kezdjük is akkor a rendes játékkal. Nem tudom, hogy vannak-e rajta betűk. És hogyha vannak betűk, azok mit jelentenek? Az sok gyertya. Egyébként nagyon szép maga a sors. És ügyesen ki van találva ez a vonalkozva, hanem ilyen fújcsa, mint hogy ilyen braille írás, hanem ilyen extra. Braille írás, csak éppen nem dorombolódik ki. Jó, ez eddig egyik sem ajándék, ugye? Ez egy ilyen fagy alakú kesztyű. Hopp, karácsony fa, az nem számít. Ja, már egyel is nyerünk, akkor azért gondoltam, hogy hátra lesz ajándék, mert a Angel. Kicsit megtrükközöm és megyek lefelé. A bulle. Bulle. A bulle. Ez egy flok. Ez a flok, ez mindenhol. Mi ez? Flokon, flok, flik, flok. Renaissance. René. Nem tudom, hogy ilyen mákos lenne, de mégsem. Fahi. Ó, itt is van még. Egy hoember. Ó, oh, come on, hát már nincs több karácsonyi figura. Még ott lent is van, nem? Mi ez? Sepő? Ja, ez egy sapka. Charlie Chaplin. Busz? Mikulás fej? De milyen gonosz? Konkrétan az összeset lekapartuk, ami karácsonyi szimbólum lehet. És egyszerezős, amivel megszoroztuk a 0 forintunkat. Sajnos nem nyertünk, ha jól látom, nincs ajándék rajta. Szóval van egy bónuszjáték. Gratulé, frappal consi, vou retrouveré tu foie, le meme botan vou le reporté. Ez amúgy egész jó volt szerintem. Szerintem is. Flokonsz kell találni, és ki tudok indulni abból, hogy hópihéket kell találni. Szerintem úgy van, hogy... Kapad le a 3 hópihét. Igen, és alatta kettő megegyező lehet. Kettő folyi. Szerintem összes lesznek, nem? 100 cent.
9 cent. 1000 cent. Aha. Ha 2 egyforma lett volna, akkor nyertünk volna. Ez egy tök jó sors egy ez amúgy. Jó, jó. Tetszik. Ez is mind kicsi hoppá, kicsi genau, kicsi hoppá, ez minden mix. Együtt. Ez egy tips mix. A sors egy hátulja így néz ki a következőn a blackjack-en, nincs semmilyen eredménytábla, gondolom a szöveg formájában, tumában van elrejtve ez az egész. Vagy azt mondják, hogy hát nézz utána az interneten. Nem tudom, úgyhogy nézzük inkább az elejét. Blackjack! Vos je superior celle de la banque, vos repole goine. Jó, a banknak lesz egy kártya, tehát blackjack-ezni tudom, hogy kell, tehát tudom, hogy mikor nyerünk. És amúgy nincs rajta betű, az az érdekes. Lehet, hogy van rajta a másik felület. Szerintem azt nem szabad lekaparni. Ó, itt van, amit lekaparhatunk, amit nem, lehet, hogy nem szabad lekaparni, de lekaparhatunk. Na mindegy. Szóval, a banknak van 20. Tehát mi akkor kapjuk vissza, arra mi csak 21-jel nyerhetünk. Ez van, mindig így van. 16. Én lehet, hogy hátulra örültem volna, mennék. Örültem, ez hátulra van. Jó, örültem de... volna, hogyha mindegy. Kettő darab játék, ja értem mire gondolsz. Aha. Örültem volna, hogyha kettő darab kártya van, mert és itt számolhatunk. 3, 13. Hello. És 19, je suis don papa. Aha. És szerinted több játékos is meg tudja venni a bankot? Ez jó, ez lehet, hogy blackjack. Biztos. Egyébként igen, hát külön összeek van, hogy nem olyan, mint a mi blackjackünk, hanem egy. Hogyha a blackjacket szerencsejáték zérti, ha szeretnétek a blackjacket felújítani, akkor csináljátok ti is azt, hogy minden szám alatt legyen egy érték, és akkor már is sokkal izgalmasabb, amikor mindenki lekapal, és még 5 szám alatt van, vagy minden 4 szám alatt nyeremény van. Na mindegy, ezek lehet. A sorsegyek jók, lehet, ezek a sorsegyek tetszenek. Úgyhogy Szentjáték ZRT, hívjatok fel minket, hogyha akarjátok, hogy elmeséljük, hogy ezek milyenek voltak. Bár úgyis megnézzétek a videót, és akkor lelopjátok az ötleteinket, annélkül, hogy levitettük volna. Szóval, Szabi, próbálj meg te kaparni egyet, van nálad egy cash, van nálad egy gól, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Szabi, szóval nekem maradt ez a két kis sorsegyem, vagyis hogy ez kicsi. Ez nem kicsi. Tiéd több eurót a sokkal. Szerintem ez kisebb, mint a blackjackünk. Mint a még a korábbi blackjack nem is kisebb. Lehetne a legkisebb sors egy címén. Tehát. Mi a feladat? Van 5 labdánk. Gratis lesz 5 ballons, the wood, ratvölgét, nyár, identiké, a szelléget, légein. Én már tudom, az 5 labda alatt 5 szimbólum van, és ha a kettő megegyezik, akkor a gain alatti. Franciák, nem tudom, hogy mondják, join. Ezt egész jól kaparni. What? 2 euró, 400. Mi tehát van, akkor... Mi van csillag előttük, én nem értem meg. Mi lehet a gain alatt? Na minden. Aha, jó, tehát az utolsó esélyem, hogy... Én nem erre vártam, hogy itt, hát... Hogy itt nyerünk. De hát nem sikerült. És akkor a gain alatt 100 cent lenne. Én nem értem, tehát... Micsoda? Kapar le az 5 ballont. Igen. Si vores rove tu sommet identiket. Kettő egyforma van. 400-ból van 2. A celle de la classe gain, whose report is chat to somme. Jó, ezzel lehet, hogy nyertünk. De hogy nyert 400 eurót? Nem tudom, de mi ez a... Tehát két... A csend, ez a százat akar jönni. Vagy 100 eurót, vagy 400 eurót nyertünk. Na mindegy. Utána nézzünk annak, hogy ezt a sorsegyet hogy kell értékelni angolul, aztán meglátjuk. Jó, ha nyertünk 400 eurót, a videó végén üvöltünk érte egyet. Jó, ha nem, akkor nem. Már ha nyertünk 400 eurót, akkor fix, hogy nem mondjuk el. És akkor rájön a cash, ami kicsit megzavarja az agyunkat, mert hát úgy néz ki, mintha így kéne... Hoppá, lehet, hogy leköptem. Nem baj. De valójában így kell játszani vele. Trükkös sors egy 5 euróért, a trükköt hozzáadják. Wow, milyen szép nagy betűkkel van itt kiírva nekünk. Ezt most nem fogjuk New elolvasni. Cash, fontos, hogy 18 év alatt ne károsítsátok Frances az agyatokat. Szerencséjátékkal. És a 001-es srácok. Ha valamivel nyerünk, akkor ez lesz az. Vos numeros. Tehát szerintem ezek lesznek itt a mi számaink. Hello Sári. És hello Szabi. És akkor azt meg ott kell följebb, tesó, följebb az a pillanat. Látom, aha, jó, ennyire fent. Jó. Quince. Quince cento. Az a 100 olaszú, vagy nem, az a 500. És nem biztos, hogy... Oh, nem tudom. Rég volt már az olasz, bocsánat. Andi néni. Jó. Megnézzük még egyet. Sár, jobb sár. 11. Ó, Szabi, gratulálok. 9-es. 34. Olyan van 39-es? Megkeresem, itt lesz. Kösz, tesó. 18, nézzük meg még egy. 16-os. Van 6-os, van 15-ös, van 26-os.
Miért nem lehetett volna a 12 a kutyafáját neki már? 17. Az meg majdnem 16. Hát szerintem lassan többet fogunk körülni a 39-es nekint a nyerni. Legalább valaminek lehet örülni. Hát de maradtad, hogy a 39 az nem nyerő száma. Az egyes. Én már láttam, hogy az utolsó számra jön ki a nyertes, úgyhogy hiszek és bízok. Legyen ez most. Hármas. Troa. Van ott kettő is egyben. Kettő! Nyertünk kettőt! Micsoda? Két, mennyit? Oh! Na jó, 31. Nincs? Ó, nincs. Honnan? Előről kaparjam, vagy hát? Inkább hátulról, jó? Hátulról. Hátulról. Az még jó. És mennyi? 37. Oh. Hát sajnos valószínűleg ezzel nem nyertünk, de lekaparom nektek itt, hogy lássátok, hogy hogy néz ki egy francia sorsregy. Így néz ki. Itt pedig semmi extra. Tehát köszönjük szépen még egyszer a sorsregyeket, hogy kaparhattunk ismét francia sorsregyeket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel, és köszönjünk el egymástól. Sziasztok! Yeah!